felséges lakoma. Isteni ez a vacsora, Zeus. Na de hol van Hermész? Tudjátok, hogy szokott késni. Tudjátok, ki nincs még itt? A kedvenc félistenem. Hol a joghurtom? Csillapodj, drágám. Hát te hol jártál, Hermész? Bocsáss meg, főistened, de nagyon fontos hírt hoztam. Na mondjál, mi az a nagy probléma? Csak nem kinyitottad Pandora szerencéjét. Nem, még annál is nagyobb a baj. A földi iskolák tanulmányi átlaga folyamatosan csökken. Van olyan, amelyik már 4,5 alá ment. Hisz ez lehetetlen. Az iskolák átlaga évezredek óta 4,6 fölött volt. De figyelj már, Hermész! Nem mondd, hogy kicsit sokoltad? Tudod, a gyerekek bakalázzanak. Nem, igazat szólok, istenem. A te kedvenc iskolád átlaga is 4/10 romlott egy fél év alatt. Hát ez tényleg lehetetlen. Ha ez tényleg igaz, akkor nagyon komolyan. Igen, hisz ha az átlag 4 alá kerül, beteljesedik. Adjátok ide a látcsövemet. Ezt én is látni akarom a saját szememmel. Különös, egy felhőréteg takarja a földet, és innen nem nagyon látni semmit. Tényleg, közelebb kell menni, hogy megvizsgálhassuk a dolgot. Meanwhile... Húzzál már, nem? Mennyi az idő? Basszus, a joghurtnak! Ne! Egy, kettő, négy, hét, 12, jó, meg a mi. És ezeket még árésznek. Na már csak te hiányoztál. De ők mennyire hiányoztak? Gyorsan joghurtokat szolgál. Olimposzi istenem! Arra a gondolatra jutottam, hogy közületek fogom kijelölni azt, aki lemegy a földre, és tisztázza, mi is történik ott valójában. És ez nem lesz más, mint a testvérem Poszeidon. Ő már számtalanszor bizonyított a hűségét, és ő ismeri legjobban a földi életet. Köszönöm, testvérem, igazán nagy megtiszteltetés ez számomra. Azonnal indulok, nem fog csalódásra kapni. Remélem tudod, hogy nincs ott időnk. Az átlagok nem csökkenhetnek tovább. Még azelőtt meg kell ismernünk a tényeket, mielőtt túl késő lesz. A legfontosabb eszköz adom most neked. Az összes hasznos tudnivaló benne van, amire szükséged van. Elnevezést! Főistenek, főisten, Zeus! Könyörögve kérlek, engedj le engem is a földre, hisz hasznos segítője lennék Poszeidonnak, és mindent tudok a földi életről, a nyelvekről, és a diák élet rejtelmeiből írtam a szakdolgozatomat. Ne vicceli már! Hogy mondhat ilyet egy szolga? Oriász, neked egyetlen kötelességed van. Teljesíteni a mi összes kérésünket. Menj te át, és ne javatkozz bele az isteni ügyekbe. Oriász, te még nagyon fiatal vagy, életlen a feladatra, csak hátráltatnád Poszeidont. Oliász fiam, mondottam, egyedül Poszeidon megy. Neked semmi keresni való a földön. Poszeidon, várj meg, Pici. Kérlek, vigyél magaddal. Te is tudod, hogy hasznodra lennék. Sőt, amúgy is többet tudok a földre, mint te. Elég majd. Poszeidon volt az Istennek egyetlen reménysége, és én ezt is megvetettem, az a rohadt joghurt! Az Istenek szemében egy senki vagyok. Vissza nem mehetek. Nekem kell helyetted lemennem a földre. Viszonyítanom, hogy igenis rátermett vagyok. Megmutatom, hogy nem vagyok haszontalan. Lemegyek a földre, sikerrel járok, és elnyerem Zeus bocsánatát.
ebben nem maradhatok. Hát én mesélte, hogy az embereknek vannak ilyen csodafőkéik, ahol meg tudják változtatni a kinézőket. Pont ott van néhány. A few moments later. Hogy lehet itt átalakulni? Van, ami... Aha, értem. One eternity later. Most már csak el kell jutnom. Ide. Na itt meg mi folyik? Most állandóan rossz egyeket. Mi hozzá? Hát romlak jegyeim, pedig ugyanannyit tanulok. Bármit mondok a tanároknak, semmi nem jó. Ja, most bókoltam és elpírtam. Legutóbb is 5 órát tanultam irodalomra, mégis egyest kaptam. Emberek! Emberek! Én ismerem a rejtély nyitját! Magasabb hatalmak átkozták meg tanáraitokat. Álmomban láttam, hogy elvették a lelkesedésüket, ezért már nem képesek jó jegyeket adni. Látják? Róla beszéltem. Ő az az akkantöreg, aki rágalmaival alássa az iskola hírnevét. Ne aggódjon, befogjuk a száját. Ezért nem képesek már a szállítani. Jó jegyet adni. Tudom a megoldást, gyertek velem. Tudom, mindenki van. Bizumpára! Ifjúságút 2, ifjúságút 2. Bocsi, ne ragod, nem tudod. Ifjúságút 2, nagy sárga észre! Ifjúságút 2! Ifjúságút 2! Muszáj eljutnom a nagy sárga épületbe. Jó, ezt már ismerem, de minek oda menned? Hermész szerint ott van az iskolai átlagok romlásának a nyitja. Hermész szerint ott van a... Ki vagy te pontosan? Oliász vagyok, a diáknapok félistene. A messzi Olimposztól. Na, még egy idióta! Oliász, én hiszek neked. Gyertek ide, srácok! Ők ugyancsak inni fognak. Igen. Kérlek, srác. Oliász vagyok. Diáknapok félistenek. Zeus és az Olympuszi istenek megbízásából jöttem a földre. Azért, hogy kiderítsem az iskolai átlagok romlásának az okát. Igazából mi is ezt látni, nem? De pontosan. És nézzétek csak, mi van a kezébe. A telefon. Hogy ez? Ezen keresztül kommunikálok Hermészszel. De akkor ne vesztegessük itt az időt. Irány a Szilágyi. A Szilágyi? Igen, tudod, az a sárga épület. I'm on my way from misery to happiness to be. Aha, 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 aha. I'm on my way from misery to happiness to be. Aha, 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 aha. And everything that you receive up yonder is what you give. Nos, Olia, megérkeztünk. Ez a nagy sárga épület. Meanwhile... Olia szóval itt szedett. Semmi kedvem pakolni a jogkurtokat. Jó volt nekem a takarítás.
Menjünk, üljük le oda. Azt a... Az ősi mítoszokban teljesen más egy írták le az iskolákat. Igaz. Nos, Oliász, a címotelefonomban nem véletlenül szólt ide. Ez itt a Szilágyi Gimnázium, a régió legjobb iskolája. Azonban az idei tanév kezdetén valami megváltozott. Amúgy tényleg, mintha kicserélték volna a tanárokat. Ezt azt hittük, hogy a nyári szünet miatt jönnek a rossz egyet, de aztán novemberben már ez kicsit vicces volt. Rengeteget tanultunk, de mind hiába. Akkor már egyre inkább a tanárokra gyanakodtunk. Azonban most már szinte biztosak vagyunk benne, hogy az ő megváltozásuk felelős az átlagok romlásáért. De persze nem úgy, ugyanaz ma a téren hallhattad. A töri órák például ilyenek. Ezzel tehát eljutottunk az ókor egyik legszebb jelenetéhez, a Hellász mitológiai részéhez, amit már magyar örülöm órán mindenki nagyon sokszor vett, nagyon jól tudjátok, ismeritek a történeteket. Összesen a trójai háborúkról szeretnék egy-két mondatot mondani, tudjátok jól, Hérodotosz megírta ezt az összes eposzában, olyan jó sikerült történetek voltak, csak ezek nem teljesen fedik a valóságot, hiszen Tróját egy kis Ázsiában keresték, ehelyett az újabb kutatások azt mondják, hogy ez Afrikában van. Ezek a drága jó Hellének összeszedték hajókat, és elindultak Afrikába, és szét trollkodták az ottani hatalmat, állítólag a ném is innen ered, és berezeskedtek egy teljesen újfajta ókori hadi turizmusra. Ez lesz a holnapi témazáró anyaga is. És ráadásul szeptembertől még kínaiul is kell tanulni.同学们大家好，我是杨老师。今天我要给大家教一首诗，诗名叫《静夜思》。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。诗名《静夜思》。 Sziasztok! Akaratlanul is hallottam, hogy miről beszéltek. Én sem értem, hogy mi folyik itt, és utálom, hogy a szüleim is engem okolnak. Szeretnék én is segíteni nektek. Persze, minden segítségre szükségünk lehet. Gyere az egy széket, ülj le ide. Szerintem a nektárautomata megszüntetése egy fontos tényező, mert így már senki nem jut hozzá az erőtadó italhoz. Igazad lehet, sőt, rognál már egy ideje ambróziát sem kapni. Várjatok már! A mosdóból is hiányzik a szappan. Hát most nem mondod komolyan, évek óta nincs szappan. Ne haragudjatok, fontos. Picit el kéne menni. Hú, srácok, nekem is mennem kellene. Elfelejtettem leadni az érettségis papírt. Na? Jutottatok valamire? Nem igazán, és te? Hát, az átlagok a vátán is gyorsabban csökkennek. Adjál! Siettek én, nem kell megbukni. Beszéljünk akkor a tanárokkal. Hát jó ötlet lenne, csak minket ugye ismernek. Várjatok, itt van nekünk a Liász, őt ugye nem ismerik. Tényleg, hogy feltűnés is nélkül kérdezős közhetne. Ott a rajztalan. Ő is segíthet? Igen, gyere, utol kell érni. Elnézést, tanár úr, van egy perce? Fontos ügyben keresem. Mit akarsz tőle? Ön mit gondol a tanulmány eredmények hirtelen romlására?
valamit? Hát, nem igazán. Most nem tudom, hogy hülyeségeket beszélt, vagy én nem értettem. Nézzétek csak, amit találtam. És hát, akkor az ünnepek. Mit csináltok itt? Ezt találtuk. Ez csak egy kulcs. Milyen érdekes benne? Várjatok csak. Amikor elment itt a tanár, neki ment a falnak. Biztosan ő ejtette el. Hát csak ide. A termeket nem ilyen kulcsokkal nyitják. Igen, azok sokkal kisebbek. De akkor ez velem mit nyit? Szerintem derítsük ki. Gyertek, még nem mehetek már ide. Követetek. Ott van. Biztosan azt a kulcsot keresi, amit elvesztett. Most akkor mi legyen? Csúsztassuk oda neki a kulcsot. Ez most komoly. Tudsz jobbat, kisgyerek? Hát akkor csinálj. Bújj ke! Smoke weed every day. Hogy halad a tervem? Remekül, Hádész nagy úr. Minden a terved szerint halad. Ugye mondanom sem kell, hogy a jövő heti témazáró dolgozat gyenge eredménye létfontosságú. Igen, tudom, nagy úr. A szükséges lépéseket már megtettem. Így meg lesz a várt eredmény. Remek, remek! Ó, atyám, Zeus, ezt nem hiszem el. Hádész áll minden mögött. Ő a főnök. Te mit keresel itt? Mi volt ez a zaj? Köszöntelek, Hádész nagy úr. Az előbb néhány diák és egy Oliász nevű ismeretlen hallgatóztak az ajtóban. Ők azok, akik mindenáron meg akarják menteni az iskolát. De sajnos késve érkeztem, és mindent hallottak a beszélgetésből. Szóval lebuktunk. Mit tegyünk, nagy úr? Hajtsák végre a 66-os parancsot. Ezt nem értem. Miért nem tudtam én az Olimposzon nyugton maradni? Hermész, te vagy az? Igen, Oliász. Én vagyok. Mindent megmagyarázok. Felesleges. Pár órája megtaláltam Poszeidont a jogkortos szobába. Ő már mindent elmondott. Ezek szerint nagy bajban vagyok, ugye? Nem, Oliász. Te vagy Olimposz utolsó reménysége. Hogy én? Igen. És most figyelj minden szavamra, amit mondok. Zeus főisteni erejét az iskolai átlagokból nyeri. Ha azok 4 alá csökkennek, nem csak Zeus, de Olimposz is sebezhetővé válik. Főistenünket azonban megmérgezte Hádész, aki az átjárót is tönkretette. Így hírnökként már csak én tudok a Föld és Olimposz között közlekedni. Meg kell hát szerezned az ellenszert, az Olimposz AST-t, ami már korábban eltűnt. Fogd hát ezt a kardot, Oliász. Ez a diáknapok pallosa, ami majd megvéd Hádésztől. Hermész, egyedül vagyok. Legalább te segíts nekem. Oliász, sosem voltál egyedül. Na végre megtaláltunk. Oliász, mi ez nálad? Ez a diáknapok pallosa. Erdő szokta, igaz? Igen, de honnan tudod? Oliász, mi nem azok vagyunk, akiknek gondolsz minket. Ezt hogy értsen? Oliász, mi is félistenek vagyunk. Egykoron az Olimposzon éltünk, de az istenek lenéztek minket, és haszontalannak tartottak bennünket. Ezért küldetést vállaltunk a Földön, de elbuktunk, és itt ragadtunk. Az isteneket többé már nem érdekelte, hogy mi van velünk. Erről a telefonról ismertünk fel téged. Hogy erről? Neked is élted van? Igen. Ezek szerint velem tartotok? Igen, a végsőkig. Kezeket össze! Elvászél! Hallottátok? Hagyjátok végre a 66-os parancsot. Igen is, Laci. Hát elég jó a fizetés, az a hűség mellé céges autót is adnak. Akkor viszont muszáj lesz leszámolni veletek.
Oliasz, ez nem fog menni. Miért? Meg kell. Hát, szép jó picsát, hagyd csak rám. Hogy fogjuk ki ezt legyőzni? Várjatok! Igaz? Az iskola, az átlag, megmenekült minden, ugye? Hát, ami azt illeti, még nem minden. Hádésznek ennyi nem elég. Ezt hogy érted? Főisten akar lenni, aztán ezért megmérgezte Zeus-t. A többi isten pedig nem találja az ellenszert. Tehát Hádésznál lehet az Olympus Ice-t? Igen, elég valószínű. De honnan is ismert ezt az italt? Már régen ellopták. Nekem kellett volna visszaszereznem. Éveken át kerestem, de sosem találtam meg. Legalább tegyétek már fel a székre. Jó. Srácok, köszöntöm Hádész szolgáját? De. Jöjjön. Várjatok már, nem hagyjuk ki itt. Menjetek, majd én vigyázok rá. Jó. Menjetek, nyugodtan Riasz. Nem lesz semmi baj. Hé, megállt! Jussan! Hát ez meg mi volt? Mindegy, menjünk be. Végig ez volt a pokol kapja. Nem csoda, ez a tanári. Mi ez a hely? Mi ez a hang? Jussan, ne kell jönjünk! Nem írj! Azt mondtuk, nézzétek! Menjünk! Véges vele! Igenis nagyon. De
pajzsot és kalandot. Barcelona népessége 24%-kal nagyobb, mint Borussia Dortmundé. Hol a szemem, hogy ilyen? És hol az elvesz? Meg kell Meanwhile. Ostoba félisten! Engem egyedül csak Zeus képes legyőzni! Itt a végkönyök! Hát kész! Azonnal vedd a kezed a kedvenc jogkult felszolgálóról! Zeus! Mi folyik itt, testvére? Semmi, semmi, bratyó! Csak a diákokkal vizsgálhattuk itt ezt a izét, ezt a humuszt! Elég a süketelésből! Ő elvezetni! Kifelé jönni. De hisz ez lehetetlen, az átjáró, az ellenszer. Oliász, az idő nekünk dolgozott. Three hours later. Matematika, irodalom, történelem. És földrajz, hol a földrajz? Nincs földrajz! Engedjetek ki! Az emberek és az egész Olympos nevében hálás vagyok nektek. Hősiességetekkel megmentettétek az egész világot gonosz fivéremtől. Jutalmul, a mai naptól teljes értékű istenekké teszlek titeket. Most pedig menjetek vissza az Olymposra, közénk. Köszönjük, Zeus! De ha nem bánja, akkor még itt maradnánk egy kicsit, hogy megünnepelhessük a diadalunkat. Jó, legyen, megérdemlitek! Egyébként ti minek a félistene, vagyis minek az istenei vagytok? Én a tátrateáé. Én a lajhároké. Én a Gucci istennője. Én a kovalás kötéseké. Az igen, bátya. Na jól van, inkább vigyünk. Fellászra. Aj, de szörnyű álmom volt. Álmomban egy szőrös bika voltam. Nos, Oliász, a címet.
Nem jó, hogy... Ez... Nos, Olias, a címet... Nos, Olias, a cím a telefonod. Nos, Olias. Nos, Olias. Ez itt, de ez nem jó, mert... A régió legkiválóbb iskolája. A Virág Gimnázium. Az a régió legkiválóbb iskolája. Nem áll. Inno na makimo nini kamanono kama. Ő segít? Mit kell mondanom? Utána mi szappan. Már csak én tudok a Föld és Olimposz között közlekedni.